Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem Gajdos József, színész koreográfus. Fogadják szeretettel. Szervusz Józsikám. Szervusz Péter. Hát köszönöm kérdésedet, vegyesen. Mint minden ember ebben az országban, azt hiszem. Vegyesen azért, mert azt hiszem, hogy alapvetően boldog ember vagyok, hogy azt csinálom, amit gyerekkorom óta a hobbim volt. És talán nem jól azért, mert mindezt vállalkozási alapon űzöm. Mert? Hát emlékszel rá biztos annak idején, én 10 évvel ezelőtt végeztem a színművészeti főiskolán, de már akkor párhuzamosan koreografáltam, és a főiskola után rögtön szabadúszó előadó művész lettem. Rá pár évre elkezdtem nagyszínházi darabokat koreografálni, aminek a sorait a Dr. Herz nyitotta meg a Madách Színházban. És utána leváltam minden színházba, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt önállóan és szervezettebben, hatékonyabban, erőteljesebben, dinamikusabban csinálni. Hát elég fárasztó dologba vágtam bele. És hát lévén ugye a magyar törvények nem nagyon tesznek különbséget egy kulturális vállalkozó és egy mondjuk tárgyakat gyártó vállalkozó között, ezért engem ugyanazok a terhek nyomnak, ugyanazok a napi tárgyi és egyéb intéznivalók terhelnek, mint egy normál vállalkozót. Ugyanakkor szükséges lenne tehetséges, virtuóz, égő lelkű művésznek lennem, ami ilyen körülmények közt elég nehéz, de azért igyekszem. Kanyarodjunk egy picit vissza azért. Igen. 10 évvel korábban, amikor elvégezted a főiskolát, ha nem tévedek, akkor musical szakon végeztél. Igen, én ott végeztem. És színházi társulatba kerültél akkor. Igen, akkor a Rockszínházhoz szerződtem állandóra. Majd egy évvel utána megszüntettem a szerződésemet a színházzal, legnagyobb sajnálatomra, meg az ő sajnálatukra is, hál' Istennek. És akkor kezdtem el kipróbálni a szárnyaimat szabadúszóként. És akkor elkezdődött a fennlézés, az Operett Színház, a Madách Színház és több színház között, és akkor már kezdtem ezt a vegyes kétlak életet, a koreografálást, meg az előadóként való működést. De hát természetesen musicalre specializálódva, én táncosból lettem színész, és hát ezt az előnyt kellett kihasználni, és ezt kellett konvertálni az adott körülmények között. Hogy lehet, hogy téged abban az időben nem vitt el az éjszaka? Nem vitt el az éjszaka? Úgy, nem a szórakozás, mint munka lehetőség. Mint munka, értettem a kérdést. Egy nagyon fontos oka volt, hogy nem vitt el az éjszaka. Akkoriban nem inflálódott ennyire a fizetésünk, induljunk ki ebből, és ez a tény az elég volt ahhoz, hogy az ember tudja, hogy a jövő hónapban mire számíthat. Ezért fel tudtam mérni, hogy milyenek az igényei, milyenek a lehetőségei, anyagi lehetőségei, és ezért meg tudta az ember ítélni, hogy szüksége van-e arra, hogy keresett kiegészítésképpen jó színvonalon működő éjszakai szórakozóhelyeken föllépve. Szükséges-e nekem a fellépés, vagy nem? Én akkor úgy éreztem, úgy tendáltak a munkáim, úgy jöttek a lehetőségeim, akkor én egy jól kereső művésznek számítottam az esti színházi világban, és nem vonzott anyagi oldalról, másrészt nagyon izgalmas volt, szóval sokszor kacérkodtam vele, hogy el kéne menni, ki kéne próbálni, ezt is lehet profint csinálni, magas színvonalon, jól, hiszen az ember ugye látott egy-két felvételt Vegasról, meg ilyen-olyan helyekről, és belébújt a kis ördög, hogy talán ilyet lehetne itthon is csinálni. Csak hát ott is mindig megakadt azon, hogy pénz, vagy azok az emberek, akik irányították, nem voltak éppen, vagy nem tetszettünk egymásnak. És ilyen dolgokon aztán, hogy szépen csődben megakadt. Egészen addig, még most így kutattam a fejembe, hogy én azért mégis dolgoztam az éjszakában. Egészen egy évet. Most mondok egy nevet, amire talán az egész ország emlékszik. Zempléni György.
elég sokat cikkeztek az újságok róla. Ő akkoriban a Béke Orfeum nevű pontosan intézményben volt a műsor tulajdonosa és szervezője vagy bonyolítója. És ő akkor engem megkeresett, és elképzelhetetlenül, akkori viszonyok közt elképzelhetetlen magas gázsért leszerződtetett. A Szulák Andrea mellé és a Kriszt László színész-koreográfus kollégám mellé, és körénk szőtték az egész estében a műsort. Nagyon élveztem. Az egy színvonalas társaság volt, olyannyira színvonalas társaság volt az az éjszakai csapat, hogy aztán a későbbi első balettestemben is részt vettek ők. Tehát ennyire konvertálható csapat volt. Operaházi táncosokkal össze tudtam őket engedni egy színpadra. Az nagyon jó csapat volt, az egy jó év volt. És ezután végső soron a táncos pályafutásod után, vagy paralel jött a koreografálás. Ez így volt, igen. Akkor most itt egy pillanatra szakítsuk meg a beszélgetést. Játszunk be az alkotói részéből a Gajdos Józsefnek, a kedves nézőknek egy pár percet. Milyen érdekes és kicsi a világ. A képernyőn véltem felfedezni Venekei Mariannát. Volt a műsoromnak vendége ő is. Igen? Egyébként persze. A Josephine Baker kapcsán. Igen. Józsi, nem hiányzik a színpad? De, nagyon hiányzik. Körülbelül egy olyan másfél éve jöttem le a színpadról. A legutolsó darab, amit játszottam, az Őrült nők ketrece volt. Ott is Hannát Hamburgból alakítottam, aki történetesen egy idomár nő volt, de hát éppen arra volt szükség, arra a karakteres keménységre, amit én általában képviseltem a karakterszerepeimben, csak hát itt nőként. Hiányzik, nagyon hiányzik, főleg az a versenyló állapot hiányzik, amikor az ember 6 óra magasságában elkezd a vérnyomása fölmenni, elkezd gyorsabban verni a szíve, elkezd úgy működni, mint egy föllépő művész. Csak hát itt azzal a különbséggel, hogy én nekem nincs ilyenkor fellépés. És hát bevallom őszintén, ezt a részét szoktam meg a legnehezebben. Ez valami olyasmi lehetne, nemrég szoktam le a cigarettáról, szóval valamihez tudnám igazán hasonlítani, szóval hogy nem kapja meg az ember az adagját, akkor... Minden nikotinészség. Így van. Hát ez ugyanúgy, képzeld, az ember gyerekkora óta erre van trenizálva, erre van tenyésztve, hogy este 7-kor kirobbanó formában legyen. Hát akkor elképzelheted, mikor az ember hirtelen abban hagyja, hogy mit él át fizikailag és hát még lelkileg. Én csak azért kérdeztem, mert nálatok ez családi, hát a feleséged is ragyogó, zseniális balettáncos nő, és látod őt a színpadon, hogy nem hiányzik, tehát maga a tánc, nem tudom elképzelni, ezért kérdeztem. Hát dehogy nem, hát főleg, ha őt nézem, hát egy istentelenül tehetséges művésznő. Hála Istennek, hogy nincs itt, mert akkor ő szégyelné magát, ha ilyet mondanék róla, pedig megérdemli. Zseniális táncosnő, és akárhányszor őt megnézem, az jönnek külföldre a Solymosi Fivérek velük táncol. Bevallom, hogy szinte a sárga irítségtől kettérepedek a színpad mellett, hogy látom őket.
Ugyanakkor rendkívül tudok neki drukkolni, soha nem voltam rá féltékeny, sőt, nagyon büszke vagyok rá. Mondjuk ki a nevét azért. Hágai Katalin, ő a jelenleg az Operaház vezető balerinája. És hát egy nagyon nagy kaliberű művész, és bevallom őszintén, hogy szerencse és a Jóisten vezérlése és segedelmével találtam hozzá. És egy rendkívül tehetséges, sokoldalú, nagyon mély művésszel ismerkedtem. Ez azon kívül, hogy szerintem egy nagyon pazar nő. Egyetlen dolgot azért, ami a te építész pályafutásodat illeti átvitt értelemben, nem tőled, másoktól hallottam, hogy Vajdos József valami borzasztó nagy vállalkozásba vág, és ezért van, akik irigylik, van, akik kamikázénak tartják. Lehet erről beszélni egy kicsit, erről a Városligeti, ami egyáltalán a fejedben forog? Hát lehet. Egy perc erejében? Igen, lehet. Azt tudnám róla röviden elmondani, hiszen ez még csak álom és terv, de azt gondolom, hogy mindig az ilyen őrült kamikáze fickók vagy emberek, tehetségek vitték előrébb a világot egy-egy ponton. De én nem sorolnám oda magamat, és félértés ne essék, hanem egész egyszerűen jött egy nagyon kézenfekvő gondolat. Ott néztem évek óta a Városligeti tó felületét, és egyszer a homlokomra csaptam, hogy te szűz Máriám, micsoda csodálatos eredeti díszletek a Vajdahunyadvár falai, micsoda csodálatos felület az a víz. Semmi más nem kell, oda cölöpökre fölkállítani egy színpadot. Egy mobil színpadot, még mielőtt a városvédők levennék a fejemet, ami fölépíthető két nap alatt és elbontható két nap alatt. Ezen dolgozgatok most. Van vele munka bőven, hiszen még csak egy álom. Mert én, ahogy hallottam, itt igen nagy kaliberű dolgokról van szó, hogy étterem, akkor a boxokba, tehát úgy kialakítani páholyokat, hogy ott a boxokba kiszolgálni a nézőket pezsgővel. Hát igen. És tehát, hogy ez nem egy egyszerű szabadtéri színpad, amit te megálmodtál, hanem ez egy nagyon elegáns valami. Ez egy organizmus, remélem, egy színházi organizmus lesz, ami természetesen kapcsolódik egyfajta ízlésvilághoz és egy ízlésrendszerhez, amiről nem feltétlenül azt mondanám, hogy magyar, inkább úgy hívnám nagyon divatos szóval, hogy európai, és minimum szintnek tartok, hogy egy színház körül így működjenek a dolgok. Én nagyon bízom, hogy a Jóisten hozzásegít, hogy létrehozzam, mert akkor talán sikerül egyfajta olyan etalon dolgot mutatni, ahol első leges szempont az, hogy a nézőnek fantasztikusan kiszolgáljuk az érzését, de ez ne érjen véget a szünetbe, és ne érjen véget az előadás végén, hanem amikor már megjön és elment, még akkor is lecsengjen neki ez a fantasztikus érzés, aminek része a vendéglátás, az exkluzív vendéglátás és egyéb ilyen tartományok. Józsikám, sajnos, mivel ez a beszélgetés is, mint minden műsor véges, én azt kívánom, hogy minden álmod az életben így valósuljon meg. Én szeretnék ennek a nagy volumenű tervnek szerves része lenni. Hadd kívánja minket önnek, hogy minden a legnagyobb rendben sikerüljön, és remélem. Nagyon sok sikert kívánok. Remélem, neked. Péter, köszönöm szépen.